Ez egy nagyon pozitív fejlemény, hogy a lakosság ezt várja. Hát nem is tudom, 5. vagy 6. éve tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást, hogy díjmentesen az őszi meccésekhez kapcsolódóan a faágakat díjmentesen ledaráljuk, hogyha bejelentkeznek a kertes házas övezetben élők. És ennek az a teljesen logikus oka a környezet tudatosság jegyében, hogy eddig mindenki eltüzelte. Van a zöldjárat, ahol a emblémás FKFS zsákokba elviszik az avart, egyébként elviszik a faágakat is, de ezek a kerti hulladékok, ezek jól felhasználhatók. Például lehet komposztba használni, lehet talaj, attól függően, hogy milyen fát darálnak, lehet talajtakarónak használni, hogy a gyomnövények ne nőjenek ki mondjuk a virágágyásokban. Úgyhogy ez egy népszerű szolgáltatás, és idén már a héten, szeptember 18-tól lehetett regisztrálni a korábbról már ismert komposztmester.hu oldalon, és aki nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, vagy ez túl nagy kihívása számára, akkor a 0620 358 1580-as telefonszámon tud regisztrálni munkanapokon 9 és 18 óra között. Természetesen ezek az elérhetőségek fönt vannak az önkormányzat honlapján. Egyébként ténylegesen az ágdarálás megkezdése pedig szeptember 28-án várható, az utolsó nap pedig december 1-én. Ne felejtsék el, fölaprítják a szakemberek a hulladékot, de nem szállítják el, tehát ezt vagy megint a említett zsákokba kell pakolni, és elviszi a zöldjárat, vagy pedig a saját kertjükben kell felhasználni. budafogtétény.hu, komposztmester.hu honlapokon még részletesebben is hozzáférnek ezekhez az információkhoz.